Vészhelyzetben életünk sokszor egy hajszálon múlhat. Csak a túlélésért küzdöttem. Egy másodperc alatt dőlhet el a sorsunk. Tudtam, hogy ki kell őket szabadítanom. A különbség katasztrófa és túlélés között. Szörnyű volt, azt hittem végem. Ezek az emberek kiszabadultak a halál szorításából. Az orvos beszélt velünk, hogy felkészítsen minket David halálára. Olyan volt, mint egy horrorfilm. Ösztönéknek, lélek jelenlétüknek és a körülöttük lévők gyorsaságának köszönhetően megmenekültek. El kellett érnem, hogy eszméleténél maradjon. Megdöbbentő élmények a kamerák előtt. Az életed a tét. Egy nap, amit sosem felejtenek el. A nap, amikor minden egy hajszálon múlt. Meredek helyzetek videón. A mai műsorban a nézők, a zsoké családja és az operatőr is végignézik az egyik legnagyobb esést a brit lóversenyek történetében. Csendben nézte az eseményeket mindenki, még a kommentátor is elhalkult. Mindannyian döbbenten figyeltünk. Egy ejtőernyős egy toronyhoz csapódik, ernyője a rádió antennába akad. Törött lábbal 90 méter magasan kerül csapdába. Nem tudtam elég erősen kapaszkodni az ablakpárkányba. Aggasztó volt a helyzet. Egy drámai segélyhívás. Egy kisgyerek beragadt egy lyukba a mezőn. Ó, értem, oké. Egy 7 éves kislányt hirtelen elnyel a föld, egy rég elfeledett bányába esik. Csak a feje búbja látszott, mert középen elég szűk volt a lyuk. Csak a fejét láttam. Elég sötét volt. A 24 éves könyvelő gyakornok Oli, amióta az eszét tudja, lovagol. Azt hiszem, 3 éves korom körül kezdtem el lovagolni. Hobbiból 18 éves kora óta vesz részt versenyeken. Lóversenyzés közelében nőttem fel, és mindig is láttam benne a szépet. Nagyszerű. Oli szerelemből lovagol, nem a pénzért. Amatőrként nem is kap fizetést. De a versenyek a legnehezebbek közé tartoznak az országban. Nem könnyű hobbi. Elég sok időt veszel. Sokáig formában kell lenned, októbertől júliusig, minden évben. Csak a győzelem motivál. Egyébként nem valószínű, hogy csinálnám. Imádom az ezzel járó adrenalint. A Worcestershire-i díjugrató verseny első napja csak amatőr zsokéknak. Oli családja is kijött. Fiúk a Hello Mr. Kelly nevű lóval versenyez. Évek óta lovagolok vele. Egy kicsit problémás ló. Egy igazi pimasz fickó. Sokat fickándozik. A 7 zsoké végig megy a nap nagy versenyét megelőző bemutató körön. Az eseményt David Jones operatőr örökíti meg. Az egész pályát be lehetett látni a kommentátor állásból. Hello Mr. Kelly nagyon népszerű ló volt. Nem sok ló állt kötélnek. Elég jónak éreztem az esélyeket. Emlékszem, felsegítettek a lóra, kicsit járkáltunk, sokan jöttek oda, szerencsét kívántak. Hello Mr. Kelly, Oli Vodla a hajtó, sötétkék kabát, piros háromszöggel és világos kék ujjakkal, piros isakban. Kivezettek a közönség elé, a rajthoz ügyettünk. Emlékszem, hogy jó hangulatban volt a ló. Ezt mindig érzi a hajtó, úgy tűnt minden rendben van. A lovak felsorakoznak a startnál. Idegörlő pillanatok a versenyzők számára. Már el is rajtoltak. Meglengedték a zászlót, és mint általában az összes ló probléma nélkül elrajtolt. Már el is rajtoltak. Azt hiszem, Hello Mr. Kelly a 4.-5. helyen állhatott. Bolykeverő kiválóan kezd, 3-4 láb az előnye az első akadály előtt. Kicsit lassabbra sikerült a rajt, mint terveztem, de összességében nem volt rossz a helyzet az első akadályhoz közeledve. Remekül ráláttam mindenre, és ezek a lovak tudnak ugrani. Nagyjából 5 lépés után lassulni kezdett a mozgása. A ló habozott, én meg tudtam, ó Istenem, ezt az akadályt nagyon nem akarja átugrani.
A ló majdnem megállt, amikor az utolsó pillanatban meggondolta magát. Az ugrást elvéti, és a mellső lábaival érinti az akadályt. Oli már repül a levegőben. Emlékszem, arra gondoltam, hogy ez kicsit fájni fog. A jobb vállammal ütöttem először a földhöz. Ekkor Oli versenye rémálommá válik. A lába beakad a kengyelbe. A ló jobbkéz felüli oldalára esett, de nem sikerült kiszabadulnia. A bal lába a kengyelbe szorult, de az is a többi felszereléssel együtt átfordult a ló jobb oldalára. Oli centiméterekre lóg a ló patkóitól, miközben az 50 km/h sebességgel a következő akadály felé vágtat. A lábaim a levegőben voltak. Emlékszem, egyenesen felnéztem, láttam a nyerget, és hogy valami miatt beszorult a lábam. De csak ment tovább. Aztán azt hiszem, a ló mögé kerültem, és elkapott az egyik hátsó patája. Onnantól semmi nincs meg. Ez az egyik legmegrázóbb lovasbaleset, amit kamera rögzített. Borzasztó volt. Megfordult a fejemben, hogy talán ki kéne kapcsolnom a kamerát. De nem tudtam leállítani, nem tudtam nem odanézni, annyira elképesztő volt. 150 méteren keresztül Oli teste keményen csapódik a földhöz minden egyes lépésnél. Közeledik a második akadály, és Oli lába még mindig a kengyelbe van akadva. Csendben figyelte mindenki, még a kommentátor sem közvetített. Elvesztettük Hello, Mr. Kelly-t. Mindenki le volt fagyva, ahogy az egész közönség, én is. Istenem, milyen borzasztó, micsoda katasztrófa. Amikor egy fiatal gyermeket elnyel a föld játék közben, egy másik édesapja hívja a segítséget. Megmutatjuk a segélyhívást, és hogy mi történt azon a drámai napon. Shuttlewood korábban bányászfalu volt, Daisy és családja egész életét itt töltötte. Daisy nagyon energikus, szereti a társaságot, melegszívű, aranyos kislány. Egy pénteken kora délután Daisy kimegy játszani a barátjával, Keennel. Az utcánk egy vidékies környéken van. Mezők veszik körül, és van egy park, ahol a gyerekek tudnak játszani. Mindenki tud a szomszédság gyerekeiről, odafigyelünk rájuk, amikor kint játszanak, ha valami baj történik, vagy egyikük elbotlik. De Daisy ennél komolyabb bajba kerül, amikor a parkban játszanak. Keen egyik játéka átesik a sövény mögötti mezőre. Keen nem akart átmenni. Nem akart oda menni egyedül a játékért, úgyhogy vele mentem megkeresni. Daisy és Keen átmegy a mezőre, ahol a magas kukorica a mellükig ér. Így nem látnak semmit a talajból. Keresés közben a föld egyik pillanatról a másikra megnyílik, és elnyeli Daisyt. Beleestem valami lyukba. Megijedtem, mert nem tudtam, hogy mit csináljak. Utána kiabáltam Keennek, hogy hívjon segítséget. Csak itt ültem. Egy teljesen átlagos nap volt, mikor egy kisfiú kopogtatott az ajtón, hogy Daisy beleesett egy lyukba. Amíg Daisy anyukája a mezőre rohant, egy másik szülő segítségért telefonált. Itt a tűzoltóság. Miben segíthetek? Egy kisgyerek beragadt egy üregben a mezőn. Elnézést, nem értem. Egy kisgyerek beragadt egy üregben a mezőn. Ó, oké, értem. Amikor a fiúcska azt mondta, hogy beleesett egy lyukba, azt hittem valami kicsi lyukra gondol. De a mező felé menet szembe jött velünk Keen anyukája, és mondta, Janine, a lányod egy elég nagy lyukba esett bele. Én meg egyből megkérdeztem, hogy az hol van. Ám Keen nem emlékezett rá pontosan, hogy Daisy a mező melyik részén tűnt el. Annyira magasra nőtt a kukorica, hogy nem láttunk lyukat sehol. Kétségbe esetten keresik. Fizikailag rosszul éreztem magam. Nem tudtam, hogy ki fogok-e szabadulni. Csak az eget láttam, aztán jött anyu kiabálva. Én meg visszakiáltottam. Csak egy vékony hangot hallottam. Anyu, itt vagyok ebben a lyukban!
Daisy hangját követve Janine egy szűk nyílás torkában találja a lányát. Nem tudtam, hogy fogjuk őt kihozni. Most van ott vele valaki? Igen, igen, azt hiszem, az édesanyja most ott van vele. Milyen mélyen van beszorulva? Úgy nagyjából, nem is tudom, talán olyan 9 méter mélyen lehet. Az üreg kicsit szűkül lefelé. Oké, értem, és hány éves a gyermek? Azt hiszem, olyan 8 és 10 éves között lehet. Értem, és mindez a házuk mögötti mezőn történt, ugye? Igen, pont szemben. Az történt, hogy kint voltak a mezőn, és a föld beszakadt alatta. Egy nagy piszkos verembe esett. Értem, ez valami régi bánya lehet, vagy valami hasonló. Őszintén szólva, nem tudom. Nem, oké, küldöm a tűzoltókat, úton vannak. A szomszéd Gary Barson éppen locsolja a kertet, amikor meghallja a felfordulást. Mivel építkezéseken dolgozom, a környéken tudják, hogy van nálam kötél meg létra. Egy szomszéd jött, hogy Gary tud segíteni? Egy kislány valami lyukba esett. A lyuk olyan szűk volt középen, hogy csak a feje látszott ki. Csak a fejét láttam a sötétben. Csak a körvonalai látszottak. Csupa sár volt mindene. És persze csak sírdogált. A tűzoltóság már úton van, de Gary további veszélyektől tart. Daisy még mélyebbre süllyedhet, vagy a legrosszabb esetben egy omlás maga alá is temetheti. Látszott, hogy a nyílásnál nem túl stabil a talaj. Éreztem, hogy itt még baj lehet. Megint megnyílhat, és mélyebbre eshet. Az üreg nyílása eléggé omladozott. Daisy anyukája Janine, ahogy a nyíláshoz hajolt, véletlenül lesodort egy darabka földet, ami Daisy fejére esett. Lehet, hogy várni kellett volna, amíg a segítség megérkezik, de mint ahogy mondtam, féltem a további omlástól. Ha betemeti, akkor sosem jut ki. Az anyukához fordultam, és mondtam neki, hogy 5 percen belül kihozom a lányát. Gary elfut létráért, s hogy véletlenül se omoljon be, megkéri a többieket, hogy álljanak távolabb a nyílástól. Becsúsztatta a létrát, de sajnos nem ért el a verem tetejéig. Habár a verem majd 1 méter széles volt a torkánál, a homokóra formájának köszönhetően nagyon összeszűkült középen. Ott egy felnőtt sehogy nem fér át. Daisynek át kellett másznia azon a részen, hogy ki tudjam emelni. De 8 méter mászás rengeteg egy kislány számára. Elkezdtem felmászni, de beszorultam. Azt mondta, anyu, nem tudok felmászni. Mondtam neki, hogy Daisy, most legyél nagyon bátor. Nagyon zaklatott és ijedt volt. Gyerünk, Daisy, már majdnem a tetején vagy. Mind bátorítottuk őt. Daisy ettől tényleg felbátorodott, és elkezdett felfelé mászni. Amikor a létra tetejénél volt, két férfi megtartotta Gary lábát, és belógatták a nyílásba. Akkor behajolt és kihúzott engem a lyukból. Akkor mindenki megragadta őt, leginkább az anyukája. Néhányak szemébe könyv szökött. Minden újra rendben volt. Megmenekült. Nem tudom eléggé megköszönni Garynek. Egyszerűen fantasztikus volt. Az egész kis közösségünk összefogott, nagyszerűek voltak. Nem is kívánhatnék jobbat náluk. Csodával határos módon az esés közben csak Daisy térde sérült meg. Azt hiszem, az mentette meg, hogy a nyílás olyan szűk volt, hogy nem igazán tudott nagyobbat esni. Csak becsúszott a lyukba. Ha szélesebb lett volna az üreg és a háttalra esik, hát abba nem is szeretnék belegondolni. Szörnyű tragédia történt volna. A hatóságok vizsgálata szerint az üreget és a talaj beszakadását a régió évszázados bányászati munkái okozták, de a területet azóta feltöltötték. Bár Daisy nem sérült meg súlyosan, mégsem úszta meg tisztán a történteket. Kétszer kellett megfürdenem, mert nagyon-nagyon-nagyon piszkos voltam. Matt Robinson 20 éve ejtőernyőzik, Northampton sírben oktat és rendszeresen visz kezdőket tandemugrásokra. Jól van, valahogy így csinálod a szabad esőpószt. A csípődet nyomd egy kicsit kijebb. Az oktatás Matt hétvégi munkája. Kikapcsolódás gyanánt bázisugrásokat csinál, a sport legextrémebb változatát. Ejtőernyőzésnél 2 ernyőt használunk. Biztonságos. Ezzel szemben a bázisugrásnál nincsenek megkötések. Egy ernyőd van, amit akkor nyitsz ki, amikor szeretnéd. Jó oka van, hogy csak egy ernyőt használnak. Nem lenne idő még egyet kinyitni.
Az fantasztikus érzés, ahogy zuhansz a talaj felé. Nem is tudom, semmihez sem hasonlítható. Matt tisztában van a műfaj veszélyeivel. Épületekről ugrálni elég nagy hülyeség. Ezt teljes mértékben megértem, és nem tudom sajnálni azokat, akik megsérülnek közben, mert pontosan tudják, hogy mire számíthatnak. Ennek ellenére Matt és barátai körbeutazzák a világot, izgalmas ugrások után kutatva. Készen állsz? Épp az észtországi Tallinn legmagasabb épületéből, a TV-toronyból készülnek ugrani. Ez a bázisugrók mekkája. A torony formájából kifolyólag biztonságosabb, mint sok más helyszín. A torony teteje elég széles, így az ugró végig biztonságos távolságban marad a toronytól. A biztonságos távolság csak akkor számít, ha minden más a terv szerint megy. Ma nem ez történik. Matt barátja készül elsőként. Matt beállítja a csukló kamerát, hogy felvegye az esést. A turisták a korlát mögül figyelnek. A barátja indulása tökéletes. Matt is leugrik. Az ugrás pillanatától 3 másodperce van kinyitni az ernyőt. Minden rendben volt. Boldogan filmeztem Jules ugrását. Amikor kinyitottam az ernyőt, egyből tudtam, hogy a torony felé áll. Matt ráébred, hogy az irányító zsinór megcsavarodott, a torony felé tart, ahelyett, hogy távolodna. Az első gondolatom az volt, hogy el kell távolítanom az ernyőt a toronytól. Sikertelen a kísérlete, és keményen ütődik a toronynak. Dühötten rángatja a zsinórt a másik irányba, és meg is mozdul az ernyő, de ez sem elég. Annyit tudtam tenni, hogy kitettem a lábamat, és vártam a becsapódást. Másodszor is neki megy a toronynak, olyan erővel csapódik, hogy egyből tudja, súlyosan megsérült. Megint eltörtem a bal lábamat, egyből tudtam, mert már törtem el korábban. Közben gyorsan zuhantam, az ernyő kezdett összecsuklani. Ahogyan Matt tovább tart a biztos halál felé, egy hatalmas szerencse történik, amely megállítja a zuhanást. Ernyője beleakad a torony oldalából kiálló kisebb rádióantennába. A csuklóján nyugvó kamera megörökíti a helyzetét, az ernyő beakadt a feje fölött. Egyből az ablak felé billentem, próbáltam, de nem tudtam elég erősen kapaszkodni a párkányba. Ideges voltam. Matt még mindig nagyon magasan van. Az jutott eszembe, hogy vajon meddig bírja az antenna. Ha elszakad az ernyő, 90 méterről zuhanok a földre. Fogalma sincs, hogy miként segíthetne neki bárki is. Lefelé nézve azon agyaltam, hogy talán egy daruval le tudnak emelni, vagy valaki lejön a tetőről és onnan ment ki. Közben a karbantartók észvesztve rohannak fel a beton lépcsőn Matt ablakához. Addig kívülről a járókelők és a barátja beszélnek hozzá. Épségben vagy? Nem! Eltörött valamit? Igen! Mit törött el? A bal lábam! A segítség megjelenik az ablaknál. Ki tudták nyitni az ablakot, ahol voltam, és elkaptak a hevederemnél fogva. De Matt nem tud bejutni a beakadt ernyő és az irányító zsinór miatt. Nem tud behajolni és bemászni az ablakon. Meg kellett várnom, amíg a karbantartók kinyitották az egyel fölöttem lévő ablakot, elvágtak néhány zsinort, utána tudtak csak behúzni. Matttel azonnal a kórházba sietnek, 2 helyen is csúnyán eltörte a lábát. Volt egy sürgősségi műtétem, ami olyan 3-4 órán át tartott. 3 fémrudat raktak a lábamba, azóta is ott van. Hosszú lábadozása alatt Matt újra gondolja veszélyes életvitelét. Több mint 1 év telt el, mire ismét ugrottam. Úgy döntöttem, hogy hanyagolom az alacsony ugrásokat, mint Tallinnban, és inkább a biztonságra helyezem a hangsúlyt. Tudom, nem kéne a bázisugrást és a biztonságot egy mondatban használnom. Matt tudja, hogy mennyire szerencsés. Már többször eszembe jutott, hogy mi történhetett volna, hogyha nem akadok fel azon az antennán. Belegondolni is rossz. Korábban láthattuk az egyik legszörnyűbb balesetet a lóversenyzés történetében. Az egész tragédiát kamera rögzítette a worcestershire-i Kidderminster melletti pályán. Az amatőr zsoké és könyvelő gyakornok Oliver Wodlow nagyot esett az első akadályon, a lába a kengyelbe akadt. Soha semmi ehhez foghatót nem láttam, azt gondoltam, hogy ez a srác soha többet nem ül lóra.
A lábain csüngő extra súlytól bepánikolva a ló teljes gőzzel a következő akadály felé tart. Mindenki visszafojtott lélegzettel figyelt, nem akartunk hinni a szemünknek. Pillanatokkal a katasztrófa előtt megfordul a szerencse. A nyerget és a kengyelt egyben tartó heveder széttörik. A heveder elég vastag. Érthetően ez tartja a nyerget a lovon. Nem gondolnád, hogy el tud törni, de a teljes súlyom már túl sok volt neki. Ha ez nem történik meg, nem is tudom, mi lett volna. A ló valószínűleg keresztül húz az egész akadályon. Nem tudom, mi történt volna. A többi ló már a második körét róva közelít. Feltűnik a figyelmeztető zászló, ahogyan elhaladnak. Oli mozdulatlanul fekszik a földön. Az orvosi stáb által felhúzott zöld függöny takarja. Oli lovas családból jön, szülei és testvérei elborzadva nézik a lelátóról. Véletlenül pont egy rokon ér Olihoz először. Az első ember, aki odaért hozzám, véletlenül pont a nagybátyám volt, aki orvos. Látta, hogy mi történt, de szerintem nem tudta, hogy én voltam az. Odajött azt gondolva, hogy bárki is az, nagyon nagy baj van. Aztán odaért és felismert. Sok orvos állt a körbe, felhúzták a függönyöket és elég sokáig próbálták stabilizálni. Őszintén szólva, a legrosszabbtól tartottunk. Ahogy telnek, múlnak a percek, és a függöny mögött még folyik a munka, a jelek nem túl biztatóak. Legalább 15 percig feküdt ott, amíg az orvosok ellátták. Nem tudom, hogy az eszméleténél volt-e. Belegabajodtam a nyerekbe. Elég sok mindent kellett levagdosniuk rólam az orvosoknak. A heveder és a nyereg is körém volt tekeredve. Zűrzavaros volt az egész, mert minden leesett alulról. Amikor a mentőkhöz érnek, visszanyeri az eszméletét. Az egész testem égett a fájdalomtól, nem igazán tudom leírni az érzést. Nem látsz semmit, mert támlákat húznak fel köréd. Nem tudod, mi történik, és mennyire súlyos a sérülés. Nem mozdíthatod semmidet. Csak annyit láttam, hogy mindenki nagyon izgul. Én meg azt se tudom, mi az ördögöt csináltam. Az amatőr lóverseny világa döbbenten áll a történtek előtt, míg az operatőr David elhatározza, hogy kideríti, mennyire súlyosak Oli sérülései. A rákövetkező héten tartott versenyen is mindenki a balesetről beszélt. Kérdezgettek, hogy nem tudod-e, mi van Oliverrel, és több sztori is keringett az állapotáról. Úgy egy hétre rá tudtam beszélni az édesanyjával a versenygyűlésen. Azt mondta, csak a kulcscsontját törte el. Ami egészen elképesztő, és hihetetlennek tűnt egy ilyen baleset után. Oli összezúzta a farkcsontját is. Sérülései nem maradandóak, de nagyon fájnak. Az egész testem lényegében kék volt. Nem az volt a probléma, hogy eltörtem a kulcscsontomat vagy farkcsontomat, csak minden borzasztóan fájt. De miután a szezon további részében pihent, Oli ismét versenyez. Mind tudjuk, hogy milyen veszélyeknek teszik ki magukat, de a zsokék, mint Oliver, szerelemből csinálják. És ahogy esnek egyet, csak fel akarnak állni, és ismét nyerekbe ülni. De Oli pontosan tudja, hogy szerencséje volt, hogy ezt túlélte. Ha az a heveder nem törik el, Isten tudja, mi történik. Egyszerűen nem tudhatod, és akár sokkal rosszabb is lehetett volna. Aznap hajszál hiányúztam meg. Egy darabka ketté törésén múlott minden. Mára ennyi. Várjuk Önöket a következő alkalommal is még több meredek helyzettel. A magyar változat a BTI stúdióban készült.